és most a ravasz embereké az elkövetkezendő néhány perc. Remélem, sokaknak sikerült megcsinálni, akinek nem, annak nagyon egyszerű a dolog. Itt van a papír, ebből a négyzet alakú papírból indulunk ki. Elsőként meg kell az egyik oldalát így felezni, félbe, így. Utána ezt a felét három egyenlő részre fogjuk osztani, így, és ezeket a vonalakat, amiket ide húztunk, ezeket ollóval szépen bevágjuk. A másik oldalt pedig éppen félbe fogjuk vágni, és ezt is be kell vágni. Ha ez így mind megvan, akkor tulajdonképpen eljutottunk oda, hogy ez a része itt látjátok egy helyen van bevágva, ez a rész egy, kettő, három részre van. És most már csak egy dolgot kell tenni, nézzétek meg, így letesszük az asztalra, ennyi a megoldás. Mutatom még egyszer, tehát ez azt jelenti, hogy itt van a papírunk, ezt a felét itt félbevágtuk, ezt a felét pedig három részre vágtuk, és ennek eredményeként alakul ki ez az alakzat. Egy picit kell trükközni, amint látjátok, ezzel a fordító mozdulattal. Ennyi. Sziasztok!